Pillanatnyilag itt állunk a hegytető elnevezésű helyen, Pilis Szent Lászlótól egy olyan kilométerre visszafelé, Szentendre felé. Ugye itt a út, ami elválasztja Szentendre, vagyis összeköti Szentendrét Pilis Szent Lászlóval, ez itt előttünk, és akkor itt van egy ilyen kis parkoló, ahol körülbelül egy olyan 25-30 autónak van hely. Van mellette szalonnasütő, pihenő, és számos turistajelzés itt fut össze, illetve innen indul. Na, egyébként pedig most május vége van, 20-a környéke, és a mai úti célunk pedig a Vöröskő kilátó. És akkor még egyszer a mai túra. Nagy vonalakban, tehát innen indulunk. Itt eljövünk az öldjelzésen valameddig, itt van egy tó, egy nagyon titkos tó. Akkor itt jelzetlen utakon átvágunk egészen eddig a csomópontig, majd itt fel a Vöröskőre, és akkor visszafele pedig itt a Papréten keresztül, majd itt szintén nem minden utat jelölnek itt ezen a nagyon vázatos térképen, és majd úgy vissza. Tehát egy szép körút lesz a mai téma. A parkolóból körülbelül ennyit kellett jönni az aszfaltos úton, és itt rácsatlakozunk a zöld jelzésre, és elindulunk Szentendre felé. Nos, ez a zöld jelzés, ez ugyanaz a túraútvonal, amivel már találkoztunk a Spartacus túrás filmünkben is, tehát ott is zöld jelzésen megyünk. Ez tulajdonképpen annak a folytatása, ugyanis az végülis összeköti Szentendrét Visegráddal, tehát ez egy délebbi szakasza a zöldjelzéses ösvénynek. A helyszín pedig az, hogy mindenki kitalálhatta, a Visegrádi hegység, és ennek egy részét fogjuk itt most bejárni. Az idő az nagyon jó, végre megfelel a május dátumnak. Úgyhogy egyelőre minden rendben. Itt borzasztó nagy a forgalom, különben a mi út itt vezet mellettünk néhány lépéssel. És hát túl jó az idő ahhoz, hogy most mindenki otthon üljön a seggén a fotelbe, úgyhogy mindenkit ide rángat a rosszabb. Már elnézést, egy kicsit ilyen durván fogalmazok, de rengeteg dugón kellett átverekedni magunkat, amíg ide értünk. Szóval ez most egy kifejezetten olyan nap, amikor mindenki valami szabadtéri aktivitásra adta a fejét. Kiértünk az erdőből. A zöld jelzés az errefele itt előre menne tovább Szentendre felé, de mi most nem fogunk arra menni, hanem az első látnivaló felé, erre vissza egy ilyen erdői út, ami sokkal kevésbé sáros is. Szóval hamarosan a Jávortónál leszünk. Most egy ilyen völgykatlanban halad az út, mellettünk egy vízmosás van, ugye meg is mutatom kicsit jobban. Ha ide megyek, akkor látszik, hogy itt valamiféle aktív vízfolyás lehet néha napján. Az alján még most is csörgedez valami kicsi víz, ugye az utóbbi napokban volt elég sok eső. És most nagyjából síkterepen vezet az út. Eddig jöttünk egy olyan 50 méter szintet lefelé körülbelül, amit majd természetesen vissza kell mászni. Itt a letérő a tóhoz nem igazán lehető ki, de ha jobban megnézzük, azért még látszik, hogy valami útszerűség vezet errefelé.
és igazából erről a tóról nem találtam szinte semmilyen információt az interneten, csak az, hogy valami hihetetlenül védett természeti jelenség. Úgy nagyon sáros az út. És hát mindenképpen látni kell. Valami vaddisznó dagonya van. Valahogy megpróbálom kikerülgetni. Rengeteg a vaddisznó nyom. Pedig nem vagyunk nagyon messze a civilizációtól. Éppen csak, hogy a főutat elhagytuk. Hogyha jön egy ilyen vérmesebb motoros banda, akkor rögtön megint ide hallatszik a forgalom zaja. Hát itt most eltűnni látszik az út. Na majd mindjárt jelentkezek, hogyha megtaláltuk a tavat. Kisebb kaptató után ide értünk. Szigorúan védett helyre, ahol belépni tilos. Egy kicsit ezt most itt megszegjük. Ugyanis legalább a tópartjáig lemegyünk. Körbejárni nem fogjuk, de egy jobb felvételt mindenképpen készítek róla. Eléggé benőtt mindenféle vízi növénnyel. De ott a közepén azért van egy kevés nyílt víztükör is. Szóval így néz ki a tó. Ugye rengeteg béka van itt a partján. Hát körülbelül egy olyan 100 méter átmérőjű, nagyjából kör alakú kis pocsolya ez. Nagyon érdekes különben, mert nincs se kifolyása, se befolyója, tehát ez valami ilyen felgyűlt olvadék meg esővíz lehet valószínűleg. És természetes. Most mégiscsak lesz egy jobb kép is majd a tóról, onnan fentről, mert végül is megegyeztünk, hogy eljövünk erre a végére is, és megpróbálunk fölkapaszkodni, csak itt olyan mocsaras a talaj, hogy én már nem tudtam oda menni. Újra elhagyjuk az utat, ezúttal balra. Ez továbbra is jelzetlen, viszont a cél fele inkább ez az elágazás visz, itt sokkal gazosabb, de azért megpróbáljuk. Itt igazán, mivel egy ilyen nagyjából sík völgykatlanban vagyunk, rengeteg út van össze-vissza, és úgy igazából a mi irányunkba egyik sem egy tökéletesen, tehát itt egy csomó ilyen kisebb-nagyobb ösvényen kell majd próbálkozni, amíg kiérünk majd a jelzett részre. Egy pici kapaszkodó következik. Ilyen nagyon szép, ligetes tölgyerdőben. Egyáltalán nincs különben hegység hangulata a túrának. Hát inkább valamilyen síkvidéki vagy dombságbeli túrához hasonlít eddig. És hát elég meleg van. Egy kicsit balul ütött ki ez a letérés. Viszont gyönyörű a panoráma. Itt egy félig meddig benőtt domboldalról. Igazából az út az csak ilyen nyomokban vehető ki. Viszont nem olyan messze. Azért van ott egy kicsit használtabb útszalag, ami nagyjából megint csak jó fele fog majd menni. Tehát ez egy ilyen útvesztős rész. Itt mondjuk nem árt egy GPS, hogy tájékozódjon valaki, illetve hát mondjuk a beépített GPS is működik soknál, nálam is például. És hát
Most igazából itt eltévedni amúgy sem lehet, szóval nem tudom, hogy egészen furcsa virágok is vannak közben. Hadd mutassam itt meg. Nos, hát hogyha nem térünk le az útra, akkor ezt se tudom megnézni. Szóval majd kérek egyébként, hogyha valaki meg végignéz és ráismer valami szakértői véleményt, hogy ez micsoda, ami íriszerűségnek néz ki leginkább. Ez a hosszú, ez a levele. Nagyon jól néz ki. És hát itt van mindjárt mellettünk az út, amire majd szépen visszatérünk. Itt egy másik nagyon érdekes virág. Szintén elmondhatja valaki, hogyha tudja, hogy mi. És ez se teljesen jó, különben ez az út sem, mert ez valahogy így jön. Aztán majd meglátjuk, hogy merre fordul. Nekünk valószínűleg ott arra a nagyhegyre kell majd fölmászni. Legalábbis ettől tartok. És az előbb kár volt ettől tartanom, ugyanis mégsem kell fölmászni arra a nagyhegyre. Persze föl lehet, de erdős a teteje, ezért nem hiszem, hogy ajánlatos. Kilátás kicsa volna róla. Szóval az a nagy Borsog hegy, ami 540 valahány méter magas, és amellett fogunk elmenni, pontosabban annak az oldalában. Most így a fáktól nem nagyon látszik, talán egy kicsit arrébb majd. Közben itt az út jobb oldalán, ott a messzeségben föltűnt egy ilyen kicsi tó, amiért a térkép is jelez, tehát ez valószínűleg egy állandó víz. Én most nem megyek oda le, mert ez a sustyáns, ez tele van szederbokorral, úgyhogy meglehetősen vendégmarasztaló. Hát nem egy nagy valami, mondjuk egy olyan 20 méter átmérőjű kis focsolya. És innen az útról most így megcsillant a vize. Hát ez ennyi nagyjából. Út nem vezet le hozzá, úgyhogy ez valamilyen itató lehet biztos a vadaknak. Hát talán innen látszik a legjobban. De nem egy nagy durranás.